A Pusztahencsén tartott ülés kezdetén a vendéglátó polgármester Bán István üdvözölte a társulás polgármestereit és mutatta be röviden településüket. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás ülése során két napi rendi pontról határoztak egyhangú döntéssel a megjelent polgármesterek. A 2019-es év költségvetése és a hozzá kapcsolódó döntésekben az előző évhez képest nem volt jelentős változás. Ugyan a számokat ismerjük, de még a végleges szerződések se a Paksa se erőművel, se pedig az rak val nincs meg, de mind a két helyről biztattak bennünket, illetve megadták azokat a számokat, amivel tervezhetünk. Az idei év munkatervének előterjesztését is elfogadták. Gyakorlatilag azokat a feladatokat, amik szerződéses kötelezettségeink vannak, tehát egyrészt a sajtókiadás, a tájékoztatás, az ellenőrzés, és hát gyakorlatilag ott is ugye a testeltek részére, illetve a felügyelő bizottság részére, vagy ellenőrző bizottság részére, ugye magának a e, radioaktív hulladék, e, ZRT-nek az ellenőrzése, illetve vannak a telephelyei, illetve magának a posznak az ellenőrzése. Az idei nap kapcsán a tavalyi év sikerére alapozva ismét az atomerőművel közös szervezést képzelnek el, ezzel kapcsolatban a megbeszélések jelenleg is folynak. A kisebb települések számára nagy teher volt annak lebonyolítása és megfelelő helyszín találni a rendezvénynek. Az atomerőmű ideális otthonául szolgált tavaly a társulás programjának. Egyrészt az atomerőműnek van területén vannak olyan létesítmények, amelyben ez megvalósítható, anélkül, hogy a működtetést ez zavarná, és hát érdekessége volt az idei évnek, hogy a települések, amikor átmentek, ugye bizonyos bemutatkozást tartottak, és ugyanakkor ami a leglényegesebb volt a gyerekeknek a részvétele, és a gyerekek nagyon örültek abban, annak, hogy az atomerőmű területén játékos formában megismerkedett bizonyos dolgokkal, és hát utána ugye vendégül látták őket. A 2019-es közmeghallgatást kalocsán fogják tartani, a pontos időpont megjelölése a későbbiekben fog megtörténni. A csatlakozás mellett döntő települések jelentkezését várja a társulás, ahogy beérkeznek a hivatalos jelentkezések, soron következő ülésükön határoznak a bővülést illetően.